Fingottál? Szinkronizáljuk az audiót a videóval, te hülye. Pont erre gondoltam én is. Hagyjad már, mire gondoltál te. Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek, illetve a kopaszigát. És olyat csinálunk, amit eddig még soha likvidette... nem azt, likvidet tesztelünk, de az úgy az igazi, hogyha nem egy ember ízlését veszük alapul, ezért mutatkozzatok be. Hello, my name is Boris, the Russian Gozler. Én pedig Boris, Matyi vagyok. Sziasztok. Ő pedig Matyi, a segíző. Oké. A mai ízünk az nem a szúnyog lesz, az a Suicide Bunny-nak lesz a madrinája. Nézzük meg ezt a kedves idős hölgyet, hogy mit lehet róla tudni először is. Cseppentős kupakban van. Ez valami gyümölcsös, dinnyés ízvilág lenne. Fűszerrel. Meg diacetillel. Igen, igen. Hogyha jól emlékszünk. Mert az adja a bukéját. Ez adja meg a savát, borsát. Mindenki mást mond. A gyártó azt mondja, hogy nem. A Cloud9 azt mondja, hogy igen. Mindenki eldönti, hogy ér-e az íz annyit neki, hogy megrizikózza ezt. Kóstoljuk meg akkor mindenki dripre fel. Annyit érdemes még tudni, mindjárt meg is mutatom, hogy háromfajta készülékben, háromfajta kazánnal, csepegtesd meg szerintem magadnak, használjuk. Te mivel használod? TC, és ez egy Freak Show Mini. Freak Show Mini. És nikkel húzallal van beletekerve, 0,10. Jó. Drink it. Drink it, motherfucker, drink it. Nekem egy Origenben lesz, ami duálban van megtekerve, és így az eredője 1 ohm. Illatra nem rossz egyébként. Matyi, neked pedig? Egy 722, és rajta pedig egy Vicious Sound Cyclone, és én már dippeltem. Ja? Nem figyeltem. Jó, akkor ízlelő bimbóra fel. Na mi van? Nem jó? Nézzük csak, hogy ez hány százalék végig. Ez 70-30-as. Ja, szerintem az érződik is rajta, egy kicsit gejlédes. De a dinnyét az nagyon adja. De, nekem igen. Nem. Nekem nem dinnyét ad, hanem... Vannak ilyen nagyon gagyi szörpök, és... De azt a krémeset is érzed mellette. Igen, egy kis krémességet érzed benne. Határozottan, valószínűleg. Narancsos, picit ilyen narancsos. Hát amerikai 56 féle ízből kikeverve. Nekem már narancsos is, egy ilyen picit ilyen kesernyés, vagy meg nem tudom mondani, hogy ez. Figyelj, kóstold már meg az enyémben, mit érzel. Igen, hát mondjuk tényleg minden bizonnyal más, hogy persze. Jöhetnek ki a dolgok, és a marad idő lehet, meg is kéne próbálnunk különböző hőmérsékleten. Igen, igen. Ez tök más. Itt nem jön ki az az íz, ami a TC-nél kijött, ami zavaró. Akkor ezek szerint nem TC-vel lett keverve és tesztelve, mert azzal viszont... Ezzel, igen, tudja, hogy ott kijön. Ez egy csepegtesére szerintem már lehet volna. Járjál, fogjad, és akkor én meg... Fajjúra nyugodtan nyom. Megcsöpizem. Ott volt egy ilyen pici mellékízenek. Ezen meg nem. Nekem meg semmi nincs a kezem. Nem ugye visszaadom. Ezen meg nem. Ilyen puha. Hát ez szolid kokain grip tipped van. Igen, szerintem a fűszeresség egy kicsit jobban kijön. Igen.
veszünk rá levegőt. Sörlőr lehet, hogy tennek ilyen meg egy kicsit. Megint? Igen, mert nézd, meg alig van benne. Közben néhány ember vízbe fog fulladni itt. De azt mondták az előbb, hogy nagyon jó a víz. Igen, azért fognak jó vízbe fulladnak bele. Mert egyébként kijöttünk, a 30 fokot mi is megünnepeljük, nem stúdiózgatunk, hanem a kopaszi gáton. Dry coil, ja nem, most már nem dry. Dry coil. De akkor kijelenthetjük, hogy jobb az origennel, igen, hagyományos tekeréssel. Igen, igen. TC-nél van egy ilyen fura utóvízzel. Vagy lehet, hogy az üvegszál előnye jön ki. Mert elfelejtettem mondani, de mutatom is majd, hogy ez üvegszálas a tekerés és... Matyi, adj ide a tiédet, mert a tiédben meg... Az is üvegszál. Sípolhatunk miattad. Direkt Andorkám kedvéért üvegszál. Nem, szerintem ez a kazán sokkal jobb üvegszál. Van még benne? Már ugye ez az ízi kell szívni. Nem, szerintem ezt a kazán alapjából véve jobban szuperál üvegszálló. Na mit mondanátok rá egy ötös értékelési normával mondjuk, milyen a gőze? Szerintem azért egyikünk se egy Cloud Chaser kazánt használ, kivéve az orosz úrot, bár ő DC-vel, úgyhogy... De kóstolásra szerintem nincs értelme. Nem, csak hát úgy, ahogy kérdezted, hogy milyen a gőze, hát én nem mondanám, hogy kifejezetten gond lenne vele. Ha van is gond. Ha valaki szeretne, Cloud Chaser-elhet vele. Akár. Az a gőz, amit láttok egyébként most az Origenből kijönni, ez 16,2 watton. Ennyi. Valahogy 20. Nem, 18. Zsúl. Jó, tehát akkor mit mondasz az ízére? Azon kívül, hogy ez a dinnyés, neked is a dinnyés dominált, nem? Meg a krém. Dinnyés, fűszeres dinnyén egyértelműen azt mondanám rá. Első blikre is az volt. Hát azt nem mondanám, hogy állandóan tudnám szívni, mert szerintem nagyon gejl. A fanyarabb ízeket, főleg ilyen melegben azért jobban kedvelem, és esetleg ilyen desszert dépelésre tudnám használni, mit tudom, egy kávé vagy egy süti mellé. Na de így most szívni kétszer, megcsöpögtetni pont jó? Hát pont jó. Jó kis széles spektrumú az íz, elég sokféle dolgot lehet benne érezni, úgyhogy ha valaki szereti a fűszerességét, meg ezeket a kis ínyenségeket, akkor egyértelműen nyerő lehet. Erősebb a gyümölcs, mint a fűszeres egyébként. Igen. Jó, de most ha egy akármilyen sima natú gyümölcsel hasonlítod össze, azért én azt nem mondanám rá, úgyhogy dinnye is kész. Aha. Mert nyilván van ott benne. Nem dinnye, van benne narancs is szerintem. És lehet olyan narancsnak, ahol lehet, talán szegfűszeg is lehet benne, de... Na, akkor ízgőz hány pont? Az ízre mondjuk én adnék egy 3-at, bár ebben benne van az is, hogy az ízvilág nem áll annyira közel hozzám. A gőzre pedig adnék mondjuk 4-et, mert azért 100% végével csak jobb gőze van. Neked? Hát a gőzre én is 4-et mondok. Én az ízre is 4-et mondok, mert aki ezt szereti, annak be fog jönni. Ez a gyümölcsös. A háttérben van egy ilyen kis krémes. Viszont azért azt számoljuk vele, hogy a kutatások alapján, ugye diacetil is van benne, és nem is mondanám annyira olcsónak se a legvidet, hogy rohadtul elterjedjen itt az országban, úgyhogy szerintem ezt nem árt, hogyha még figyelembe vesszük mellé. Forgalmazónál egyébként, aki Angliából keresett meg, hogy teszteljük a liquidet. Ha jól emlékszem, akkor ez a 15 minis üvegcse 8 font volt. Mindenki szerintem simán 400-zal szorozzon, és akkor meglátja, hogy durván ilyen 3500-3800 körül van plusz a szállítás egy 15 minis madrina. Madrina, igen. Egyébként a hármas kellemes volt, így nem? Nem éreztem, hogy hármas. Nem, nagyon jó, gyenge, kis sejmes a vége, és egyáltalán nem érezni se olyan időre ülő sejt, olyan tolkon vágott dolgot, mert nyilván hármas. Én azt mondom, hogy nekem az gőzre semmi gondom nem volt vele az, de hát persze, hát hiszen 70-es végétől lett. Az íze nekem nem jön be. Én ezeket a nagyon sok
ízből összerakott likvideket nem nagyon kultiválom. Ettől függetlenül tényleg akinek ez a gyümölcsös, kicsit fűszeres, kicsit krémes vonal bejön, és a diacetil bará túl tudja tenni magát, illetve hát most döntsük el, hogy kinek van igaza. Hát igen. Mert most az egyik átmond, a másik B-t, amit akarok, azt hiszek el. Ettől függetlenül egy... Ha valaki fenn van a Fekete Fórumon, az ECF-en, ott a Liquid Topic-ba pont most volt egy pár napja erről egy szép leírás, ahol az egyik srác leírta, hogy mivel szokták helyettesíteni a diacetilt, és a Blacky is hozzászólt, és ő is mondta, hogy bár nem raknak bele, de ez az új helyettesítő, ami helyettesíti ezt a krémes dolgot, ettől utána kialakulhat benne. Igen, tehát pont az volt, hogy helyettesítették valamivel, ami nem diacetil. Igen, egy A betűssel, meg nem mondom most, hogy acz valami. Igen, és az állásban... Az állásban, meg az érésben... Az érésben átalakul, és nem olyan mértékben, és nem annyi lesz benne, mint az előző teszt alatt, de lesz. Igen. Tehát az a nyomokban földi magyarót és tartalmaz, mint a túról. Meg mint a stéviás kóla, hogy rá ír, vagy lehet, de azért még csak van benne annyi, hogy nem kell azt írni. Úgyhogy ennyi lett volna szerintem erről az ízről. Reméljük, hogy használható információkat tudtunk nektek nyújtani. További jó gőzölgést. A tiédből most tudod, mit éreztem? Főtt kukoricát. Török főtt kukoricát szívok. Zsír! Ennyire nem íz lett? Jó, akkor találkozunk a következő tesztel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!